Sziasztok! Mint ahogyan ígértem nektek, most mesélni fogok arról, hogy itt Granadában milyen is a szállásom, ezt hogyan találtam és hogy hogyan rendeztem be. Szóval egy ilyen room tour videó lesz, de az elején szeretnék pár szót mondani róla, hogy mindenképpen hasznos legyen azoknak, akik esetleg a következő időszakban majd Erasmusra mennek. Én az Erasmus U nevű oldalt majd belinkelem a leírásba, ezt találtam, és egyébként ti is ajánlottatok egy csomó hasonló oldalt, szóval még rengeteg olyan van, ahol szállásokat lehet találni diákoknak, tehát ezek nem kollégiumok, a kollégiumok amúgy nagyon drágák lettek volna itt, hanem sokkal olcsóbb lakások, amiket ugye direkt a fővérő Erasmusos diákoknak ad ki, fél évre vagy egy évre. És tehát azokon az oldalakon én több embernek is egyébként írtam, meg többet is találtam, ami szimpatikus volt, és végül emellett döntöttem. Nálam szempont volt az egyébként, hogy franciár legyen, mert alapból ugye a hugommal jöttem ki, ő segített kiköltözni, szóval neki is kellett valahol aludnia, illetve hogyha bárki meglátogatna, akkor az itt tudnám aludni, szóval az ágy is szempont volt, illetve a szekrény, amit mögöttem láttok, és majd megmutatok. Ugyanis tudtam azt, hogy hát nyilván nem lesz olyan sok cuccam, mint otthon, mert nem fogok mindent kihozni, de hogy azért ugye el akarok férni, és azt látni fogjátok, majd most már nagyon jól berendezkedtem, hogy a rend a lelke mindennek nálam. Ez otthon is így volt, és most is így van, szóval én addig nem tudok tényleg semmit csinálni, amíg körülöttem nincsen rend. Velünk szemben van rengeteg bolt, illetve a városnak így a központja is nagyjából egy olyan 10-15 perc sétányra található, úgyhogy tök jó, mert tényleg mindenhol gyalog szoktam menni, kivéve a suliban, ugyanis a suli az egész kampusz igazából fent van egy hegyen, ahonnan tök jó a kilátás, viszont fel kell buszozni. Gyalog azért egy 45 perc lenne felsétálni, úgyhogy busszal szoktam feljárni, és busszal pedig egy negyed óra, úgyhogy tök jó, mert a busz megálló az innen 2 perc gyalog. Hát nagyjából ennyi, amit tudni kell így arról, hogy hol helyezkedik el a lakás. 3 lányjal és egy fiúval vagyok együtt ebben a lakásban. Ők mindannyian Argentinából származnak, egyébként korábban nem ismerték egymást, szóval itt lettek jóban ők is. Bár a nyelv miatt ugye nyilván egy kicsit hátránnyal indultam, ugyanis ők a latin-amerikai spanyol nem egészen olyan, mint az itteni spanyol, de hát nyilván azért sokkal könnyebben kifejezik magukat, meg megértik, szóval csak maximum pár szó nem stimmel, úgyhogy ők egymással tök jól elbeszélgetnek. Én pedig egyébként tudok spanyolul, szóval ezzel nincsen probléma, de aztán amikor ott tartottunk, hogy így elmeséljek valamit, akkor még nagyon-nagyon nem lázódtam bele a nyelvbe, úgyhogy inkább angolul kommunikálunk. Úgyhogy egyébként, hogyha egymás között beszélnek, akkor azt megértem, viszont hogyha velem beszélgetnek, vagy én akarok mondani valamit, akkor inkább angolul, mert az a biztosabb, de mondtam nekik is, hogy pár hét múlva tényleg hozzám is csak spanyolul szóljanak, hogy tanuljam a nyelvet. Amitől még esetleg úgy féltem, hogy talán majd nem tartanak rendet maguk után, vagy nem tudom, úgy minden szanaszét hagynak, de konkrétan semmilyen nincsen, szóval nagyon jól kijövünk, tök jókat beszélgetünk, amikor így mindenki itthon van. És tök jó, hogy én is tök szívesen megyek így a közös telekbe, egy nagyon-nagyon picike konyhánk van, meg egy étkező és 2 darab fürdő, szóval ez tök jó 5 emberre. De azokat nem fogom megmutatni, mert nem akarom igazából most videó vagy kamerával körbejárni az egész házat. A lényeg, hogy elmosogatjuk egymásnak a dolgait, csomószor volt, hogy helyettem kiteregettek, valamikor én takarítok valaki más helyet, szóval így megosztjuk a munkát, és tök jó, mert így tényleg nagyobb békesség és nagyon szeretet egymás között. A szállással kapcsolatban semmi negatívumot egyébként nem tudok mondani. Azon kívül, hogy az ajtó az csak kulcssal nyitható. Tehát, hogy nincs olyan, hogy én bezárom vagy kinyitom, be kell raknom a kulcsot kívülről és csak akkor tudom kinyitni. Szóval mindig bent van a kulcs a zárban, mert hogyha kimennék WC-re és nincs nálam a kulcsom, akkor hogyha becsukódik az ajtó, én már nem tudok visszajönni. És már amikor kijöttünk, én akkor mondtam a hugamnak, hogy tuti lemásoltam a kulcsot, és kirakok egyet valakihez máshoz, vagy ki a nappaliba, mert hogy így elképzelhetetlen az, hogy soha ne felejtsem el azt, hogy a kulcs mindig legyen nálam. És ja, és egy nap telt el, és sikerült magunkat kizárni. De ez egy kalandos történet, és szeretném majd egy külön videóban elmesélni, úgyhogy ezt még hagyom, de a kulcssal vannak problémáim. Na de mindegy, szóval nézzük inkább a szobát. Hogyha bejövünk az ajtón tehát, akkor itt van balra az ágy, az íróasztal, ablak, egy polc, és itt van az óriási nagy beépített szekrény igazából. Szóval ezt most megpróbálom így végigmutatni, hogy miket hogyan helyeztem el, de ez egy óriási nagy szoba egyébként, szóval tök jó. Ja, meg amúgy ezt elfelejtettem mondani, hogy a házon belül amúgy a szobák különbözőek, különböző áron voltak, és például valakinek kisebb a szobája, de cserébe van erkélye, valakinek meg annyira pici, hogy nincs is külön mondjuk ilyen polca, mint nekem, szóval eléggé különbözőek voltak, és nekem amúgy sem kell erkély, szóval én ezzel tök jól megvagyok. Van egy kis polcom, ugye maga az ágy,
itt a takarót és a húzatot azt nekem kellett amúgy megvennem külön, illetve a törülközőket is, szóval itt nem volt amúgy semmi, ez egy tök üres szoba volt, és a Primarkba mentünk el, mert az volt a legolcsóbb, és akkor ott vettünk húzatot, illetve takarót magamnak, mert esténként itt nagyon hideg van. Illetve vettem magamnak még itt egy tornamatracot a Decathlonban, ami csak 5 euró volt szerencsére, és az meg azért kellett, mert hogy mindig otthon is szoktam edzeni, és itt is el szoktam menni futni, illetve edzeni szoktam, szóval tudtam, hogy fog kelleni egy matrac, mert hogy itt így a földön ez így nem lenne annyira kellemes feküdni. És mondtam, még az ablakot az tök nagy, meg a kilátás is tök jó, csak hát itt mindig kukkoljuk egymást igazából az emberekkel, mert telibe belátni egyébként, hogyha nem húzom el a függönyt, és én is néha látom, hogy ott vacsiznak. Megy a nagy család, izé, kaja, ez a kilátás. Igazából mondjuk ez annyira most nem extrás, de ja, fúj, jó idő van. Itt van tehát az íróasztal, amin találhatóak a sminkek. Ezt a sminkterolót vettem Primarkban, a sminkeimet ugyebár kintről aztán magammal, szóval körömlakok, meg mindenféle arc, cucc, rúzsok vannak itt külön. Ez csak ilyen tapadós lapok, hogyha írni szeretnék valamit, és a fésűm. Szóval ezt szerintem tök jól berendeztem, mert reggel itt szoktam készülődni, illetve ezt a tükröt is meg kellett, hogy vegyem, mert hogy nem volt nálam egyébként álló tükör, de ez viszont azért lesz hasznos, mert a lakásban otthon nekem csak egy tükröm van, és így legalább a hugommal egyszerre fogunk tudni sminkelni, hogyha már összeköltözünk, szóval tényleg ez is így szempont volt. Ugyanígy ez a kis rácsos tároló, ez például csak egy sima befőttes üveg, amit vettem, és akkor ebben vannak az ecsetek, de ezeket itt már hoztam amúgy otthonról. Ezen összeszerem, ami most itt egy toltartó lett, hogy az asztalon is legyen egy toltartó. Illetve van itt egy kis kajás részleg, ez a kis rácsos cucc, szintén Primark volt. Szóval ezt a három rendszerező dolgot vettem az asztalra, és akkor ebben meg csak ilyen gyümölcsök meg kekszek vannak. És ja, mert általában reggelizni is inkább itt szoktam. És a konyha annyira picike, hogy nem annyira szeretek ott főzni, vagy hát eddig még nem nagyon főztem, úgyhogy ott egyébként a többi kajám van, meg így a hűtőben. És akkor itt van ez a polc, amit tök jól berendeztem, amúgy. Jó, itt van egy martini, mert a hugommal ittunk, de hát nem ittuk meg az egészet, szóval bárki jön hozzám, annak üdv, itt a martini. Lent kicsit kupi van, vettem egyébként pár ilyen dobozt, amiben kaját tudok előre csinálni magamnak, meg befőttes üveget is, szóval ezek mind azért vannak, hogyha majd a kajámat előre készítem a suli idején, akkor el tudjam rakni a hűtőbe. Itt vannak mindenféle ilyen papírok, amiket már itt kaptam, mindenféle jó programról, és a suliba jó sok papír, meg mappák. És aztán itt, erre nagyon büszke vagyok, pár fényképet otthon, amik már alapból ki voltak rakva, azokat kihoztam magammal most ide. Nincs az összes barátom egyébként kirakva, de ezek a képek voltak nálam, szóval gondoltam, hogy akkor már kiragasztom őket, plusz az összes ilyen ékszer, meg ezek itt a vitaminok, amiket minden nap beszedek, meg ezek itt ilyen hajas, hajgumik, hajpánt, meg még több hajgumi, amiket szoktam hordani, szóval reggeli készülődésnél nem válszok ékszert. És akkor itt fölül pedig ezeket is mind otthonra hoztam, pár napszemüveg, az arclemosó, különböző krémek, parfümök, dezodor, szóval ezeket tudtam, hogy ami van otthon, azt inkább elhozom, mert nem akartam itt megvenni. És ez a válfa, ez pedig benn volt a szekrényben, szóval tök jó, mert erre meg tudom rakni a nyakláncaimat, az arclemosóval, tehát meg az öveket. Aztán itt ez a sulis táskám, és itt pedig külön gyűjtöm a papír, illetve a műanyag szemetet. Na hát, valahogyan megpróbálom így érzékeltetni, hogy mi hol van. Aztán mondhatom közelebbről is, csak nem tudom a kamerával egyszerre nyitogatni a dolgokat, szóval kezdem itt. Most kinyitok mindent. Amint látjátok, óriási egy helyem van, szóval igazából nem hoztam ki magammal sajnos annyi ruhát, amennyi amúgy megteríteni a szekrényt. De egy ilyen szekrénynek amúgy örülnék otthonra is. És egyébként, amikor kipakoltam mindent, akkor jöttem rá, hogy nagyon kevés ruhát hoztam magammal, mert hogy mindenféle időjárásra felkészülve hoztam mindenfélét. De hogy nem tudom, valahogy úgy értem, hogy még hozhattam el többet, de hát mindegy most már. Szóval... Ezek az ilyen sima egyberuhák, meg egy-két ing. Jó, van pár dolog, ami éppen mosásban van, az mondjuk még 5 ruha, azt adjátok hozzá, de amúgy itt vannak ezek a pólók, ezek a toppok, bugyik, azért ott a bikinik vannak, meg pizsama, és ennyi nadrágot hoztam, meg szoknyát, szóval úgy van, hogy
Ezek itt a sortok, illetve a hosszú nadrágok, ez egy hosszú szoknya, és a sima szoknyáim, a rövidek, azok pedig itt vannak. Igazából ezeket szoktam legtöbbször hordani, mert itt most tök jó idő van, ez pedig az edzős cuccom. Illetve zoknik, és ebben gyűjtöm a szennyes, de most mostam, szóval ez most nincsen teli. És ott pedig a kettő üres bőröndöm, amit kihoztam magammal. És itt pedig vannak a cipők, még a fotócipőm az, ami innen hiányzik, és ez meg csak egy papucs rajtam. Szóval ennyi cipőt hoztam. Itt van a fürdőszobás dolgaim, szóval a törőközöm, illetve amikor kimegyek fürdeni, akkor ezeket szoktam magammal ugye kivinni, mert nem hagyjuk a cuccainkat a fürdőben, mert nem férne el. Úgyhogy olyankor ezeket viszem, kis táskák és kabátok, és konkrétan hoztam magammal 3 kabátot és 3 pulcsit. Úgyhogy ha beüt a tél, akkor ez érdekes lesz, de ja. Meg ott vannak a videós felszerelések még, és ennyi, szóval nagyon jól befértem. Na hát azt hiszem, hogy elég jól megmutattam nektek itt a dolgokat. Még annyit akartam a végén tehát hozzáfűzni, ami tényleg hasznos lehet azoknak, akik Erasmusra mennek, hogy mindenképpen közvetítő oldalon keresztül foglaljatok szállást, ugyanis nekem is előre már az 1 hónapot ki kellett fizetnem, még otthonról, és ugyebár látatlanban tényleg necces úgy fizetni egy ismeretlen embernek, hogy nem tudod, hogy hova megy ez a pénz, viszont így, hogy közvetítő oldalon keresztül vásároltam, ami egyébként így drágább volt, szóval a közvetítői díjat is ki kell fizetned, viszont így biztosra mész, hogy nem lesz semmi probléma, és nem fognak átvenni, mivel nagyon sok olyan rémsztorit hallottam, hogy tényleg felraknak hirdetéseket, és akkor kifizeted, és aztán rájössz, hogy ez a lakás nem is létezik, csak felraktak valami random képeket, szóval azért tényleg oda kell elfigyelni. Aztán a második tipp az az, hogy szerintem minél kevesebb igényetek legyen, vagy hát tényleg le kell mondani dolgokról. Itt én inkább a közös térnél érzem azt, hogy kicsit olyan sötét, nyomasztó, és a konyha annyira nagyon-nagyon picike, hogy én nem szívesen főzök ott, ami tök fura, mert én meg imádok főzni, otthon is nagyon sokat főztem, és mostanában meg inkább ilyen salátákat eszem, nem tudom, vagy előre főzök több napra, de hogy nem annyira szeretek a konyhában tenni-venni, úgyhogy ez úgymond kicsit negatívum, de hát nem lehet minden tökéletes, szóval a lényeg az, hogy tényleg le kell mondani egyes igényekről. És a harmadik pedig az, hogy tényleg arra is rá kell készülni, hogy igenis jöhetnek olyan költségek, amikre nem gondol az ember azelőtt. Szóval, mint mondom, nekem is idejöttem, és nem volt ugyebár húzatom, nem volt takaróm, nem volt törőközöm, és pár olyan alapdolog, mondjuk kisolló hiányzott. Itt például a serpenyő sincs, ja igen, a főzések a serpenyő sincsen, úgyhogy nem szoktam serpenyővel sütni. És tehát van pár olyan dolog, amit azt hinnéd, hogy alap, de mégsem az. Szóval ezekre fel kell készülni, érdemes tényleg, hogyha úgy érzed, hogy valami fog kelleni a következő fél évben, akkor megvásárolni, és aztán meg hazaviszed. Például én is így vagyok a tornamatraccal, hogy valahogy megoldom, hogy az hazajusson, kicsit nagy, de hát tudtam, hogy kelleni fog. Úgyhogy azt hiszem mindent elmondtam, amit szerettem volna, és ami hasznos lehet nektek, de tényleg, hogyha egyébként van bármilyen tippetek akár vagy nekem, vagy más Erasmusos diákoknak, akkor a leírásban szedjétek nyugodtan össze a szálláskereséssel kapcsolatban. És ja, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozunk legközelebb. Sziasztok!